lassan véget ér a nyár, véget érnek a fesztivál szezonok. Nekünk is nagyon sok kültéri rendezvényünk volt az idei évben, és említhetném akár Tiszacsomát, vagy említhetném a mezőgecsei rendezvényeket. Még egy nagyobb fesztivál van az idei év őszén, ami kinti rendezvény, és hát ezért időjárás függő, de bízunk benne, hogy kedvezni fog nekünk. Megrendezésre kerül a Kárpátaljai Magyar Könnyű Zenei Zenész Találkozó. Ezt minden évben megszervezzük, most lesz a 24. alkalom, ahol egyrészt fellépnek a kárpátaljai magyar könnyű zenei életnek a képviselői, másrészt pedig ennek a végére szoktuk mindig meghívni egy nevezetesen nagyobb együttest. Az idén olyan szerencsénk van, hogy maga az Omega együttest, aki még ezelőtt soha nem koncertezett Kárpátalján, és időskorukra való tekintettel előfordulhat, hogy talán már nem is fognak. Sikerül őket elhozunk, és szeptember 14-én fognak a Barátság stadionban egy nagy kárpátaljai koncertet adni. Ezt következően megemlékezünk természetesen a nemzeti ünnepeinkről, bárha lehet október 6-ot meg október 23-at ünnepnek nevezni. Minden évben a nagyszőlősön az október 6-ai központi megemlékezés, ugyanis Báró Perényi Zsigmondnak, aki a 48-49-es szabadságharcnak itt Kárpátalján az egyik fő szereplője volt. Az ő nevét viseli a Magyar Középiskola nagyszőlősön, és neki a középiskolák az udvarán van egy emlékmű állítva, egy szobor, és ott emlékezünk meg október 6-áról. Az 56-os forradalomról természetesen megemlékezünk október 23-án. Az idei évben úgy döntött a KMKSZ-nek a vezetősége, az elnöksége, hogy két helyen lesz központi megemlékezés, az egyik Ungváron a színházban, a másik pedig itt Beregszászban a főiskolán, és mind a kettőnek szeretnénk aktív részesei lenni. November közepén megemlékezünk arról, hogy 44 őszén Málenki robotra elvitték az őseinket, apáinkat, nagyapáinkat. Minden évben Szolyván van a megemlékezés, az idén sem lesz ez másként. Annyi különlegessége van, hogy egy pár évvel ezelőtt úgy döntött a vezetőség, hogy amikor kerek évforduló van, tehát 5-ös vagy 10-es, akkor mi is Munkácstól, ahol az egyik gyűjtőtábor volt, gyalogosan megy el egy csapat a Szolyváig, és utána történik az ottani megemlékezés. Ugyan most 2019 van, tehát 75 éve ez egy kerek dátum, és az idejében is úgy tervezzük, és remélhetőleg sikerül is kivitelezni, hogy Munkácsról indul majd el az, aki tudja ezt vállalni, a Kárpátaljai Magyarság Közület csapat, gyalogosan megyünk el Szolyváig, és utána ott történik majd a megemlékezés. Lesz még egy kinti rendezvényünk, az adventi vásár, ezt most már többedik alkalommal, hatodik alkalommal szervezzük meg, mindig advent harmadik hétvégéjén. Ez most is így lesz Beregszásznak a főterén, és hát ott igyekszünk olyan kézműveseket meghívni, akik valóban olyan ajándékokat tudnak elkészíteni, ami kézzel készített, aminek mondhatjuk úgy, hogy valóban nem csak anyagi, hanem eszmei értéke is van, illetve ott a forralt bor, meg a sült gesztenye mellett egy kis karácsonyi hangulatot varázsolni a beregszásziak és a városban látogatók számára. Ez alatt mindig megrendezzük, és az idei évben is így lesz, a Kárpátaljai Magyar Betlehemes találkozót, illetve az egyházkórus találkozót. Ezt az idei évben december 15-16-án szeretnénk megszervezni. Az idei évnek az a különlegessége, hogy Magyarországon a Rákóczi emlékévnek nyilvánították, és ennek a keretei között nekünk is vannak programjaink, amire sikerült támogatást kapnunk. Az egyik program az lesz, hogy a beregszászi színházzal sikerült szerződést kötnünk, hogy ők készítenek Rákócziről egy előadást, és ezt az előadást fogjuk majd Kárpátalja minden olyan helyére elvinni, ami alkalmas arra, hogy egy színházi előadást le lehessen bonyolítani, illetve a Rákóczi szabadsághoz történetét fogja egy nagyobb előadásban elmondani Popovics Béla művészettörténész, illetve Kéz Barnabás pedig a Rákóczi korabeli ruhákat, fegyvereket fog bemutatni, és szintén ezt is szeretnénk Kárpátalja több pontjára, több helyére elvinni. És hát a legnagyobb momentum ennek az lenne, hogyha terveink között ami van, hogy a Rákóczi lovas szobrot, amit Beregszász központjába szeretnénk felavatni, aminek az alapköve már megérkezett, már ott van a téren, azt ha sikerüljön felavatni.